nézőink! Mára köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerda! Így vezettek műsort a Gyerekek a Tolnatej Televízió stúdiójában. A Humán Szolgáltató Központ évek óta szervez kéthetes nyári táborokat, ahol a diákok különböző programokon vehetnek részt, múzeumokat látogathatnak vagy strandolhatnak. Ezen programok egyikének számít a televízióba tett túra. A gyerekek azt mondják, nagyon élvezték a tárlatvezetést. Érdekes volt megnézni a kamerákat, irányítani, meg érdekes volt látni, ahogy beszélnek, meg itt, ahogy kameráznak, meg minden. A kamerák érdekesek voltak benne. A diákok kipróbálhatták, milyen a kamera előtt állni. Egy zöld háttér előtt dolgozni, időjárás jelentést, híradót vagy kerekasztal beszélgetést vezetni. Stábunk egyik szerkesztőjét is meginterjúvolhatták. A gyerekek a műsorvezetés és a televízió megismerése mellett még a kamerák másik oldalára is állhattak, hogy teszteljék operatőri képességeiket. A gyerekek kísérője szerint nem csak szórakoztató, hanem hasznos is a program, megismerkedhetnek a média világával és az adások készítésével. Ez egy bevált programunk, és mint a most is látható, élvezik a gyerekek, hogy kipróbálhatják magukat az interjúkészítés közben, kerekasztal beszélgetés közben, és hát egy külön élmény, mert egyébként nem jellemző, hogy eljutnak ilyen helyekre. 16 alsó tagozatos diák tekinthette meg közelebbről, hogyan működik a televíziózás világa.